Mozgalmas időszak az ősz a 8. osztályos általános iskolások számára. Ugyanis sokan ezekben a hónapokban döntik el, hogy jövőre hol kezdjék meg a középiskolai tanulmányaikat. Iskolánkban már évtizedes hagyomány, hogy megrendezzük a pályaválasztási bőrzét. Általában október második, harmadik hetében egy pénteki napon szokott erre sor kerülni. Jelen pillanatban több mint 10 középiskola van itt, akik tájékoztatják a gyerekeket és természetesen a szülőket a választható szakmákról, illetve az érettségi megszerzéséről is beszélnek. Most jelen pillanatban itt az aulában a gimnáziumi képzéseket mutatjuk be, bent a tornateremben pedig a különböző szakmák képviselői mutatják meg magukat. Az intézmények igyekeznek megkönnyíteni a választást azzal, hogy minél több információval próbálják ellátni a bőrzére érkező tanulókat. Aki veszél bátorság, az is oda megy az iskolapultokhoz és beszélget, az már egy személyes kontaktussal kezdi azt, hogy már van egy megfogható tapasztalása az iskolával, és nem csak a hallottak alapján is a weboldalakon tud informálódni. És itt az a jó, nem tudom, hogy a többi iskolánál hogy van, nálunk lehet beszélni a leendő osztályfőnökkel és a legtöbb szakpedagógussal is. A szakma és iskola választás előtt álló elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások átfogó információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerőpiaci helyzetről. Megismerhetik az iskola rendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá tájékozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről.